Figyelem! A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A forgatási helyszínt a Gundel étterem biztosította. A műsorvezető frizuráját a Blanch Salon készítette. A Lillás reggeli már a Facebookon is elérhető, facebook.com/lillásreggeli. Mi kell egy jó reggelihez? Egy csipetnyi álom. Egy csészényi kedvesség. Egy cseppi szenvedély. És egy jó beszélgetés Paul Lillával. Ahogy a lánchíd alatt Jézus Mária, ahogy ezt kinéz a víz, és a lánchíd is nagy, indulunk felfelé, minimum 6-7. Karatéban kékőbig jutott. 104 ejtőernyős ugrást tud maga mögött. Fotózik, horgászik, búvárkodik és síjjel. Habár 7000 órát, azaz 292 napot töltött a levegőben, legnagyobb büszkesége élet első zongorája, amit nemrég vett. Előbb volt repülőgépvezetői engedélye, mint jogosítványa. Amikor átrepült a lánchíd alatt, 5 földrész 47 országa közvetítette a bravúrt. Mindent megnyert már, amit ebben a sportágban lehet. Volt világbajnok 2-szer, Európa-bajnok és összetett világkupa győztes. 10-szeres magyar bajnok, 21 alkalommal az év sportolója, motoros műrepülésben a több százezres, olykor milliós tömegeket vonzó Red Bull Air Race sorozat ötletgazdája. A Lillás reggeli mai vendége Bessenyei Péter, műrepülő világbajnok. Mikor kezdtél síelni? Elég későn, jó régen, aha, de elég későn. Látszik, hogy öreg vagyok. Tehát ilyen 24 éves koromban kezdtem el. Az még nem későn. Hát, ahhoz képest, hogy gyerekkezgődött a pályákon, ilyen másfél-két éves srácok csúszkálnak, és hát alig látszik ki a hóból, és ügyesen mennek. Szóval nincs neki félelmük, és valóban a síléz hozzájuk nő. Hát ettől kezdve ilyen felnőtt fejjel megtanulni síelni. Meg lehet tanulni, és meg lehet szeretni, de hát az igazság az, hogy én lemegyek bármilyen pályán, szinte bármilyen sebességgel. Na, de a stílusom? Azt lehet látni messziről, hogy na, ott jön a besenyő. De nyilván, mert ezt soha nem tanultam, nem gyerekkortól ragadt rám, és nem tanítottak, ettől kezdve van egy rossz felvett stílus. Igyekszem azért, meg többeket lesem. Amióta a carving lécem van, ahóta kicsit javult a történet, de hát azért messze nem egy alapesti stílus. Igen. Én 35 évesen álltam először, de lehet, hogy 40 is voltam, amikor először létre álltam, úgyhogy az én stílusom az még rosszabb. És most kint voltunk egy baráti társasággal, és volt köztük két síoktató. És én már azt mondom, hogy engem hagyjatok a magam tempójába szépen lemenni, és ne akarjon hozzám senki kedves lenni, hogy majd megtanít, mert fáj a hátam, mit tudom én. És igen. És mutatott három olyan, azt mondta, megnézett kétszer, amikor lementünk az egyik, a másik már nem is próbálkozik, régi jó barátom, és azt mondta, hogy de figyelj, mutatok két gyakorlatot, ha akarod, megpróbálod, ha akarod, nem. És képzeld, hogy működött. És talán elvonultam tök egyedül, sőt, gyakorolgattam, és nagyobb volt a biztonságérzetem, mert én félek a sebességtől, ellentétben veled. Én azért mondom, mi a avarokkal száguldozunk, és persze nem ész nélkül másokat veszélybe sodorunk, de valóban gyorsan síelünk, tempósan, nincs félelemérzet, van biztonság, nagyon ritkán esek el, tehát egyszerűen volt persze, hogy elestem, de nagyon ritkán esek el. Van olyan idény, hogy nem esek el egyszer se, pedig gyorsan síelünk, és fekete pályákon megyünk. Tehát ilyen bajomnak nincsen. Kamikázé módjára. Hogy most én azért gyötörjem magam, hogy kimegyünk egy hétig síelni, és az egy hét alatt azért gyötörjem magam, hogy a stílusom egy kicsikét ott javuljon. Aha. És csak nem. Ezért ez hiúság lenne szerintem. Élvezem így is, gyorsan megyünk. Mi kell még? Azt beszéltük meg, hogy nem fogunk a repülésről beszélni egyáltalán, csak és meg is próbálom. Igen. Azért lehet, mi a, de mondjuk te autóversenyzel is repülsz. Azt mondja, hogy repülsz, és hogy milyen szinten, azt mindenki... Igen, de az autóversenyzéshez is közel állsz. Akkor így mondom, meg tudod-e fogalmazni, hogy mi az alapvető különbség a különböző sebességek között? Hogy beszéltél, hogy imádsz lemenni gyorsan, és a sebesség az hajt, meg a versenyszenven benned van, de egész más egy szakadék előtt síelni, vagy szakadékra rá síelni, vagy egy fekete pályán lemenni, mint egy zárt térbe. Ez valóban így van, de ez, hogyha valakinek a stílusa ilyen, meg a habitusa ilyen, meg egyfajta idézőjelben picikét vagányabb, de ezt azért nem félben mondom, mert azért a repülésben nem a vagányság a lényeg. Hát te nem vagány vagy, igen. Tehát nem az a fajta igen, vagány, vagy az nem az a negatív vagányság, hogy most akkor ész nélkül bármi áron, igen, hanem az a kicsikét olyan józan fejjel felmérve a veszélyeket, de azért elmenni a határig, amíg még úgy érzem, hogy biztonságos.
az ember ezt jót éli, meg akkor sokáig él, hanem akkor sajnos ebben a szakmában nem. Úgyhogy ha van egy emberben pici kis ilyen kis adrenalin függőség, hogy szeret ejtőleg ugrálni, szeret bungee jumpingolni, szeret swinget ugrani, autóversenyezni, repülni, síelni nagy sebességgel, akkor ez egy kicsikét ilyen nyilván adrenalin függőség. Ha valaki ilyen, akkor a sebesség minden formát szereti. Beszélgettem Nagy Feróval, és mondtam, hogy először elment Kaprumba síelni, és fönt állt a hegy tetőn, akkor tulajdonképpen majdnem könyvbelámadt szemmel mondta, hogy micsoda szerencsés vagyok én, hogy a magyar pesti vagány gyerek 40 évesen ott állhatok egy hegy tetején is síelhetek. Te meg csak olyan dolgokat élsz meg az életedbe, ami mondjuk 10 000-ből vagy 10 millióból mondjuk egynek adatik meg. És mennyi mindent nem élek meg. És mennyi mindent nem élsz meg. Sokkal többet nem élek meg. Tehát annyira érdekes, hogy olyan dolgokat hozott eléd a sors, jó, tettél is érte. Szóval ez semmi nem esik be az ember ölébe, úgyhogy kérem szépen, hát jöjjön már, besenyeljünk, igen, és ugorjon már nekünk kettőt. De valahol mégis marha nagy mázlid van. De ez minek köszönhető? A tudásnak, a kitartásnak, mert más közelébe sem kerülhet ilyen lehetőségeknek. Igen, én is úgy gondolom, hogy szerencsés vagyok. Az életem az végül is úgy volt ez idáig, hogy semmit nem csinálnék másképp. Persze voltak ebben zökkenők, voltak ebben mélypontok, hát kinek nem. De ezek is neveltek rajtam, faragtak rajtam, ettől lettem talán keményebb, erősebb, mondják, hogy viharban edződik a jegenye. Tehát minden kudarc vagy nehézséget úgy élek meg, hogy ez is hozzátartozik. És akinek nincs kudarca, nincs negatív élménye, az nem értékeli jót se. Tehát ahhoz, hogy értékeljük a jót, ahhoz mindenképpen kell a másik véget. Ugye ezt már párszor meg is énekelték, hogy ahhoz, hogy tudjuk, hogy egy pohár víz mit ér, ahol sivatag kell. Tehát én úgy gondolom, hogy ezzel együtt én nekem az életem szerencsés volt, hogy minek köszönhető? Nyilván kell hozzá egy adag mázli. Az élethez kell szerencse, anélkül nem működik. Lehet ügyes, okos, tehetséges, ha nincs szerencsed, akkor el vagy veszve. De a szerencse önmagában nem elég, mert a szerencsét fel kell tudni ismerni, azt tudni kell kezelni. Tehát ez egy nagy gyurma, hogy valakinek a pálya mitől lesz ilyen. Most valaki ugyanezt elkezdené, nem így végződne. Most én is valakit lemásolnék, egy sikeres pályát le akarnék másolni, ugyanazt akarnám csinálni, időnként egy nyúlás, egy percen múlik, és már másfele fog elmenni az egész történet. Tehát ez egy ilyen vegyes lehetőség, szerencse, azon belül egy személyes dolog is nyilván, hogy mondjuk egy dologban valaki mennyire kitartó. Tehát maradok a repülésnél például. Volt olyan idő, amikor a magyar műrepülő A-keret, a nagy csapat, az 20 főből állt. És akkor ott 20 embernek volt meg az a lehetősége, hogy ilyen mai napig úgy repüljön, ahogy esetleg én, és ebből éljen meg. Tehát, de nem, mert most hány számlál ez? Tulajdonképpen az A-csapatban már csak egy ember van, az Illés Tamás barátom. A B csapatban versenyzik egy pár fiú, aki feltörekvő. Én klasszikus versenyeken már nem indulok, mert a Red Bull rész miatt gyakorlatilag erre már nekem nem volt időm, meg rengeteg ilyen külföldi fellépés miatt. Úgyhogy így most, ahogy én voltam több mint 10 éven keresztül egyedül ebben a kategóriában versenyző, most Illés Tamás barátom viseli ezt egy pár éve, hogy egyedül kell neki vinni ezt a hátán. Kénytelen vagyok megkérdezni, ez egy elképesztő financiális hátteret kell, hogy... Az is. Igen, biztosítson régebben, valaki a igen, háttérben. Tehát régebben még, amikor MHC idők voltak, és a repülés gyakorlatilag ingyen volt, bár azért inkább ugyanom elméletileg ingyen volt, gyakorlatban mégsem volt ingyen, mert az ember fizetett a társadalmi munkájával, egzisztenciájával, szabad idejével, tehát ott dolgozni kellett. Ott nem volt az, hogy kimentem a repülőtérre, egyúlát lerepültem, aztán hazamentem. Ott nem volt ilyen. Ott kint kellett lenni reggeltől estig, ha kellett, akkor hangát söpörni, vagy éppen festeni, vagy füvet nyírni, tologatni a gépeket. Tehát meg volt a maga ára. Meg volt az ára, igen, akkor is. Ma már nem így van, ma már effektíve cash. Tehát készpénz kell hozzá. A páciens kimegy a repülőtérre, a gép a fenek alá van tolva, sietek egy órában kösz, és lelép. Tehát most már egy kicsit más a világ. Mennyibe kerül egy ilyen egy órás repülés, te tudod? Hát attól függ, hogy milyen repülőgéppel. Mondjuk egy motoros repülő, egy motoros, kisgépes motoros repülő kiképzésnél egy szakszolgálati engedély megszerzése, ami körülbelül 35 óra repüléssel jár, plusz elméleti tanfolyammal,
az olyan megint típustól függően nagyjából 1,5 millió forintba kerül. Egy repült óra, hát megint típustól függően 30-40-50-60 ezer forintba kerül. Hát nem az olcsó hobbik közé tartozik. És ahhoz, hát, hogy mondjuk valakiből repülő, vagy versenyző legyen, vagy műrepülő, vagy olyan, az meg valami elképesztő. Az benne az ördögi kör, ugye, hogy hát szponzor nélkül nehéz ezt művelni, pont amiért nehéz, hogy költséges sportág. De hát egyetemet kell tanulni már. Ott a baj, ott a baj, hogy egy szponzor szívesen áll olyan mellé, akinek már vannak eredménye is, akiben már lát fantáziát. De valaki idáig eljusson, ahhoz meg kellene a szponzor manapság. Hát ő kezdve egy ördögi kör. A fogta csuka. Igen. Szóval tényleg mázlista vagy. Aki megteheti azt, hogy akár szülők révén, akár saját erejéből kifolyólag ezt tudja finanszírozni, az szerencsés, és ha emellé párosul még a tehetsége is, meg kitartása, akkor az jó. Na de hány olyan van, aki megteheti, szerencsés, és még van kitartása is. Vagy egy tehetséges is, és még van kitartása is. Hát nagyon-nagyon kevés. Nagyon-nagyon kevés. Meg hát el sem jutnak odáig az emberek, szóval lehet, hogy lennének rátermelt fiatalok, stb. Hát biztos lenne sok tehetséges, és nincs a lehetőség. Igen, nincsen meg. Azért mondom, közelébe nem kerül. Igen, elképesztő igen. Szerencsés időben voltál szerencsés helyen. Tehát mondjuk azért a tudás azért sok sport van még így azért ezzel. Hát hogy ne. Egy Forma 1-es versenyző sem na de látod, ott semmilyen eredményt nem értünk el. Legalább itt vagy nekünk Becsenyei Péterként, ahol eredmény is van. Hát azért vannak még eredmények technikai sportágban szépen, úgyhogy, de azért van egy pár olyan sportág, ahol egy halandó ember, hogy nincs meg a megfelelő hátszele, vagy lehetősége, vagy nem nincs megfelelő, jó időben, jó helyen, akkor hozzá sem tud férni. Nálad az egészséges életmód, az jelent valamit? Igen, tehát igyekszem elkerülni minden szélsőséget. Tehát én nem vagyok vegetáriánus, nem vagyok így vannak, hogy most csak ezt nem, vagy csak azt meg, nem. Ami jól esik, azt megeszem. Én úgy érzem, hogy eddig is tudtam azt, hogy mi esik jól, mi az, ami nekem jó, és én nem vagyok hívanak, hogy most kitalálják, hogy most ez az étel, az most valamiért most nem. Két évente van valami új verzió, hogy most éppen mitől nem jó. Most lehet vajat tenni, vagy nem lehet. Mivel nem lehet tenni, meg a paradicsom híja is rákeltő, már meg a teljesen jó, meg mit. Engedek minden érdekelnek, ezek nem. Amit én úgy gondolok, hogy nekem az jó, azt én megeszem, és én mindent megeszek. Tehát, mit teszél repülés? De nem vagyok mondani a szélsőségeknek a híve, tehát nem eszek csak sertés, és egyfolytában, vagy mit. Ha választani lehet mondjuk egy étterembe, akkor inkább a tengeri herkentjüket. Mit fehér, eszel repülés előtt? Ami van. És eszel repülés előtt? Közvetlen mondjuk, hogyha egy verseny vagy bemutató van, és közvetlen a repülés előtt, ha tehetem, akkor nem kezdek el ebédelni egy nagy háromfogásos ebédet. Uh-huh. Van olyan, hogy úgy alakul, hogy most után repülni kell, semmi gond, nem megcsinálom, tehát nincs vele semmi gond. Csak mint bármilyen más fizikai tevékenység, mert egy fizikai tevékenység, telehassal nem esik jó. Hát telehassal ki az a bolond, aki szívesen rohangál, vagy kerékpározik, vagy éppen fekvő támaszkodik. Senki. Fogysz egy verseny alatt? Miért tétek-e? Igen. Részben azért, mert a ruha is meleg, és ott van fizikai munka, és izzadunk, de mondjuk ezt lehet pótolni folyadékkal. Inkább azt hiszem, hogy egy verseny egy hét alatt a stressz, az, hogy az ember egyszerűen kicsikét stresszel, és emiatt tehát én van, aki csak stresszel, akkor elkezd zabálni, és akkor hízik. Én, hogyha ilyen feszültebb helyzetben vagyok, akkor inkább a kaja úgy eltűnik, mert akkor nem. Nem akkor most nem, akkor inkább nem veszem, akkor nem. Mivel tudsz ilyen versenyidőszakban, mégiscsak ott vagyunk a repülősnél, borzasztó. Kicsikét nem van. A versenyidőszakban mivel tudsz lazítani? Mi az, ami kikapcsol? Zene. Amikor vége a napnak, bemegyünk a szállodába, és akkor zene. Milyen? Az iPod mindig velem van. Aha. Az a baj, hogy 3 darabot kell cipeljek magammal, mert egyre nem félnek rá a zenék, mert még a mai napig nem voltak képesek gyártani egy nagyobb memóriájú iPodot, úgyhogy most ezek egy jelzés volt most, aki felelős. Aki hallja, adja. Ezekkel cipeljek 3 darabot, hogy legyen nálam mindig minden zenén, meg jönnek sok emelkedők, hogy minek az, úgyse fogod meghallgatni. Valóban nem, de nem tudom, mihez lesz kedvem, óra után este, vagy a repülőgépen hazafelé. Milyen a repertoár? Hát az iPodomon több mint 3000 CD van rajta, és még nincs rámásolva az összes, ami otthon van. Úgyhogy gondold el, milyen repet. A komoly zenétől kezdve a repig minden. De azért, hogyha mégis az, hogy mik a kedvencek, mondjuk
ha azt kérjük, hogy mi a az öt kedvenc zeneszerzőm, akkor arra nem nagyon tudok válaszolni. A kedvenc 50, arra inkább. De most akkor 5-öt mondom, akkor most melyiket sértsem meg. Akkor most hát, nem a reklám helyeként, de melyik rádiót hallgatod, amikor kocsiban ülsz és vezetsz, és utálod a hosszú utat? Vagy akkor is az iPod megy? Többségében igen, mert nagyon sok rádió nyomja az aktuális 6-8 slágert, ami már könyökömön jön ki, és én általában kapcsolgatok. Nem, bár lövök arrébb. Reklámban tekerem arrébb, nem jól tekerem arrébb. és amikor megunom azt, hogy minden rádióban ugyanaz szól, na akkor fötty, és akkor kocsimban persze van ilyen lehetőség, akkor hallgatom az én saját zenémet, ami sokkal sokkal jobb a választék. Hogyha társaságot lehet választanodok, milyen társaságot választasz magad köré? Vidám, boros, brahis. De az értelmes. De értelmes, vidám, igen, boros, brahis. Igen, 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 igen. A bor többször előkerült már. Azt tudom, hogy borturákon találkoztunk már egyszer-kétszer, és értesz is a borhoz. Meg gondolom, hogy tényleg ilyen ínyencnek számítasz ebből a szempontból. Hogy mi szerint lehet válogatni a borokat? Te én megiszom meg, azt mondom inkább az édesborokra, hogy finomak, én inkább töménypárti vagyok, de én úgy nem tudnám azt mondani, hogy fú a villányiak, vagy a fú a ízi a tokaiak. Igazából az, hogy milyen bor ízlik, az ugye ez egy szubjektív dolog, hogy kinek mi ízlik. Az, hogy melyik bor jó, mint fajta, az azért viszonylag objektív, mert az olyan. Hiába nekem nem ízlik mondjuk egy típusú szőlőnek a készült bor. Ma van ilyen, nekem most nem mondok nevet, nem ízlik. De meg tudom ítélni, hogy egyébként meg jó. Tehát egy kiváló ilyen meg ilyen típusú bor, bár nekem nem ízlik. Már sokan mondják azt, hogy az a legjobb bor a világon, ami neked legjobban ízlik, kész pont. Nem kell túl misztifikálni. Úgyhogy ha nem ízlik, akkor ilyen mondják azt, hogy ez már pedig mennyire jó. Nem ízlik, nem ízlik. Egyébként persze vannak kedvenc régióim azért. Leszögetem, hogy alapvetően a száraz borokat kedvelem. Tehát az ilyen pancsolt, félédes, egyéb más dolgokat, azokat nem nagyon. Bár nyilván vannak nem pancsolt édesborok is, és főleg most nem is mondom most itt egy nap alatt, tehát vannak nem pancsolt, félédes borok is, de vannak kimondottan finom, édes desszertborok. Ilyen késői születelésű, vagy éppen jégborok, igen, vagy éppen a többet szőlőből készült, ugye a tokai asszú, ami méltán világhírű. Tehát ezek a borok azért nagyságrendekkel ott vannak a répa cukrozott borok fölött. De alapvetően a szárazborokat kedvelem, de egy ételtől függően, akár aperitívként, akár desszertként egy finom édesbor az lecsúszik. A másik, amivel szívesen töltöd az idődet, azt tudom, hogy a horgászás. Mi jó abban, hogy valaki ül, fogja a botot és nézi a végét? Önmagában ez nem. Ha most csak ülnék egy vízparton, egyedül, egy bottal, és nézném a végét, hát ezt hamar megunnám feltehetően. 4 éves korom óta horgászom, úgyhogy ez a legrégebbi hobbim. Régebbi, mint a repülés, vagy mint a zene, vagy mint az ejtőernyő, vagy az autó. Ki vitt el először? Apukád? Édesapám Rába partján laktunk, és akkor ott vitt le, ő nagy pecás volt, és ő vitt el 4 évesen, és akkor attól kezdve én a vízparton ragadtam, és megkapott a vízpart, tehát meg az egésznek a milliója. Tehát én ma sem addig ülök a vízparton, hogy a bot végét egyedül nézzem. Az unalmas. Amikor a vízparton vagyok, lehetőleg azért többen vagyunk, az még jobb. Egyedül is jó. Ha egyedül vagyok a vízparton, akkor egy nagyon klassz idő, klassz alkalom arra, hogy az ember kicsikét úgy belemélyedjen a világ dolgaiba. Ugye elkezdjen magával is foglalkozni, mert amire általában kevés idő van. Az ember végig gondolja úgy a saját kis életét, meg a mindennapjait, meg az egész lényét. Tehát nagyon jó egy kicsikét időnként egyedül is lenni. Az ember saját magával számot vessen, és ugye elmélkedjen, hasznos tud lenni, saját magunkkal szembesülni időnként. És ez kiváló alkalom erre. De azért éltem akkor vagy párommal, vagy haverokkal megyünk horgászni, és akkor ott a vízparton, ugye mondják, hogy a horgász az csendes őrült. Hát dehogy is, mitől? A vízparton dobogni nem szabad, dübörögni, mert akkor az rengeti a vizet, és akkor a halak valóban elmehetnek, de zenét hallgatni, borosporokat kocintgatni, az simán lehet, úgyhogy megbeszélgetni nyilván. Tehát mi, amikor a vízparton vagyunk, igen, és szól a zene, beszélgetünk, riegünk, röhögünk, iszunk a finom borokat, és úgy horgászunk. Tehát egy komplex élmény. De ettől függetlenül maga a peca nem csak ez, hanem
beleolvadni a természetbe. Szóval tényleg, hogy részesévé válni, főleg egyedül akar, az ember jobban érzi. És ott nem a volt végét nézem, hanem a vizet nézem, és akkor mindig látok benne érdekességet. Ott egy béka, egy szárcsa, vízisikló, ugrik fel egy hal, az egész millió, jönnek mennek a szitakötők, ott mindig történik valami érdekes dolog. Igen. Szerencséd van, mert a párod az szintén azokat a dolgokat kedveli. Szinte minden. Repül, síjjel, horgászik, ez egy elképesztő. Borozik. De ez elképesztő mászni. Nagyon nagy szerencsé. Tényleg így van, mert ugye sok horgászfeleség azért kiabál a férjébe, hogyha elmegy horgászni. Igen. Ennyi meg azért kiabál, ha nem megyünk. Tehát ez ilyen valóban jó. El tudom képzelni azt, hogy sok párkapcsolat meg tud szakadni, vagy meg tud romlani azért, vagy el tudnak egymástól távolodni az emberek azért, mert ha mondjuk én imádnék síelni, meg horgászni, de a párom utána síelni, utána horgászni. Én imádok járni borospartikra, utána járni borospartikra, és így tovább. Akkor előbb-utóbb ugye az életközösi kör ketté szakad, és akkor jó, te menj a barátnőkkel oda, én meg megyek a havarokkal síelni egy hétig. Aztán utána egy hét múlva te menj ide a barátnőkkel, meg elmegyek egy hétig, utána horgászni a havarokkal. Aztán meg a borospartira. És akkor úgy az nem jó. Ez, hogy itt valóban mindenben így összejövünk, de még a zenei ízlésünk is olyan hasonló. Ez nagyon nagy szerencse. Ez tényleg egy elképesztő nagy szerencse, mert én ugyanezt élem meg, amint nem azt, amit, hanem pont az ellenkezőjét, mert én meg szeretek síelni, és akkor elmegyek a haverokkal síelni. Meg elmegyek vitorlázni, és akkor egy hétig itt vagyok, egy hétig ott vagyok. Az is jó, de hogyha a párom ott van, akkor sokkal jobb. Én sokszor vagyok úgy, hogy hívnak valamilyen helyre, és vagy a párom nem ér rá, azért nem tud eljönni, vagy azt mondják, hogy hú, ez most csak egy személyes buli, inkább nem megyek el. Inkább nem megyek el, mert nem esik jól elmenni a párom nélkül. Amikor, tehát a közös szórakozások hoztak benneteket össze egyébként, vagy a közös érdeklődési kör, vagy az később derült ki, hogy tényleg mindenben? Hát, ezen még úgy nem gondolkodtam el, hogy most már 20 éve vagyunk együtt, tulajdonképpen nem tudom. Biztos a közös érdeklődés és a nem tudom. Meg azért az igazság, hogy egy párkapcsolatban alakulni kell egymáshoz. És az én tündepárom azért ebben élen járt. Tehát ő az, aki sokkal többet alakult hozzá, mint én hozzá. Tehát azért nálunk, hogyha kompromisszumot kell mutatni, akkor azért az ő. Én is igyekszem, én is. Nehéz melletted élni? De én úgy gondolom, hogy nem. De hát ezt ne én mondjam el, nem engem kell megkérdezni. Nyilván egyfajta nehézség az én élettempom, ritmusom, bár most már jóskán visszafogtam ebből, mert azért tudomásra kell venni az, hogy az életben vannak más dolgok is, és nem lehet örökké a munkát pörgetni, mert az ember csak pörgeti, és akkor mire érdek kap, elment minden, és az idő meg elszaladt. Annyi minden szép dolog van az életben, hogy azt még muszáj csinálni. Tehát volt egy időszak, amikor 10-15 éve, amikor nagyon-nagyon pörgős volt az életem, és valóban nem tudtam lemondani, vagy nemet mondani senkinek és semmire, és mindent csináltam, és akkor mellettem maradni, az nem volt könnyű, biztos. Most már lényegesen könnyebb mellettem maradni, de azért mondom, ezt ne én mondjam el, de egy tény, hogy a páromnak a kompromisszum készsége az nagyobb. Én úgy gondolom, hogy még kívülállók úgy érzékeljük, hogy neked a munkád a hobbid. Tulajdonképpen. És hogy azok a munkák, amiket más, tehát az a fő állásod, ami másnak a hobbi lenne, vagy a megvalósulatlan álom. Hát igen, ez így kívülről kicsikét igen, így jön le, de ez olyasmi lehet, hogy nekem a hobbim a horgászat. De hogyha én nekem horgásztom kellene, ha esik, ha fúj, télen, nyáron, éjjel-nappal, akkor lehet, hogy már nem tetszene annyira. Mert így, hogy amikor kedvem van, és ki vagyok rá éhezve, és az idő is szép, akkor elmegyünk horgászni, oda, ahova én akarom, úgy jó. De hogyha küldenek horgászni, oda, ahova nem akarsz menni, akkor is, amikor álmos vagy, és nem akarsz menni, meg hidegbe is, meg mi, akkor lehet, mert nem szeretnék horgászni. Tehát az repülés is így, hogy van persze repülni önmagában jó, három dimenzióba közlekedni, ez egy csoda. Főleg műrepülni benne, ez egy csoda. Egyfajta szabadság. De azért maga a repülés, az nem csak ebből áll. Millió papírmunkából, tevékenységből, kapcsolattartásból, főleg a papírmunkát hangsúlyozom, mert az a halálom. Meg egyéb más tevékenység. Ezeket is te csinálod? Nagyon sok részben igen. Meg a repülésben is vannak olyanok,
egy hancurodni egy szép időben a levegőben, műrepülni az jó, de egy rossz időben kijutni Angliáig egy kis géppel, átverekedni magad két-három fronton, Alpokon keresztül, vizuális repülés mellett, műszerek nélkül alkalmasint, nem csak hogy veszélyes, hanem unalmas is, meg veszélyes is, meg nehéz. Tehát vannak olyan dolgok benne, ami nem okvetlen jó. Mondom, kívülről persze hobbiát csinálja, milyen marha egyszerű, de azért ez nem egészen így van, úgyhogy tipikus példa arra, hogy nem is tudom, hány éve nem történt olyan, hogy én a repülőgébe beültem volna, és csak úgy magamnak egyet műrepülök. Mert most éppen milyen kedvem van. Vágynél rá? Nem volt. Vágynál rá? Nem, mert akkor megcsinálnám. Nem. Tehát pont annyi az egyéb repülés tevékenység, annyi a bemutató, vagy éppen verseny, vagy éppen egyéb más ilyen műrepülések között dolog, ami bőven kielégít, ezen felül még szabadidőmben csak magamnak már nem repülök. Hogyha ez annyira hobbi lenne, akkor még hétvégén Becehez is még elmennék, azt műrepülgetnék, és nem. Rengeteget változott a technika mindenben, a repülésben is. Te azt szeretted jobban, ami régen volt, mondjuk egy vitorlázógépben, a csendet, a szárnyalás, amit én elképzelek, mert én nem repültem, tehát nem tudom, csak úgy elképzelem, hogy tényleg a vitorlázóval úgy uralom a gépet. Aztán utána jöttek ezek a műrepülő dolgok, és a kunsttükök, a saját magad kipróbálása, meg a gépnek a kipróbálása. Mikor volt nehezebb, vagy mikor, ez így nem is, nem tudom, melyik résznek mi volt a szépsége, vagy a nehézsége? Igen, megkezdve a technika változását. Igen. A vitorlázógép vagy a motorgép az nem technika változása, mert mind a kettő változik és fejlődik. A mai vitorlázó repülőgépek sokkal messze tudnak elsikani, és sokkal jobbak, mint a korábbiak. A mai motoros műrepülőgépek sokkal erősebbek és fürgébbek, mint a korábbiak. Tehát mind a két területen van egy fejlődés. Hogy melyik fajta repülés a szebb? Ez a kérdés? Mind a kettőnek megvan a maga van, varázsa. Tehát az biztos. Csak úgy, amikor te elkezdtél repülni, és kiderült, hogy van hozzá tehetséged, érzésed, jó érzéked, meg is látták benned, hagytak, hogy söpörd a hangárt, hogy repülhessél. Nem zavartak el. Volt miért, ne zavarjanak el ezzel, egészen biztos vagyok. De akkor is megvoltak a vitorlázásnak, vagy a műrepülésnek a szépségei. Lehet-e összehasonlítani ezeket a dolgokat, hogy nem azt mondom, hogy akkor volt könnyebb-e vagy most, de lehet, hogy így is meg lehetne fogalmazni. Tehát ez a nagy műszerezettség nagyon sok irányba, vagy nagyon sok téma kapcsán fölmerül, hogy lehet, hogy ami nem volt annyira fejlett, azzal mégiscsak könnyebben lehetett bánni. Nem tudom. A kisgépes repülőben nem így van azért. Ez másik közprogrami repülésben, ahol most már joystickkal repülnek, és nem rendes kormányokkal, és már gyakorlatilag a analóg műszerek helyett már diszplék vannak, és képernyők vannak, és számítógép vezérelt minden. Tehát nagyobban a pilótának szinte már semmi dolga nincsen, azon túl, hogy felügyeli, és ha bármi gond van, akkor beleszól. Tehát itt ez a kérdés felmerülhet. A kisgépes repülésben ez igazából nem, mert a technika az inkább csak segítette. De vitorlázó repülést például az, hogy a repülőgépekben van már GPS, van már különböző számítógép, ami ki tudja számolni a távolság, magasság, egyéb más mindenféle dolgokat, ez csak segítette és javította a dolgot. A műrepülésnél is az, hogy a technika az most már jobb és szilárdabb, erősebbek a repülőgépek, ugyan, mert nem fémből készülnek általában, hanem karbonból, kevlárból, kompozitból. Ezáltal könnyebbek is lettek, a motorok is most már erősebbek, tehát ez inkább csak javította. De amikor ilyen kunsttüköket csinálsz, akkor a műszerekre támaszkodsz, vagy a saját szemedre? Csak a szemre. Már egy fölközlemű repülésnél, hogyha én nézném a műszerfalat, akkor... Igen, erre gondoltam, hogy most akkor mit segít, igen. Semmi nem. Tehát a műrepülésnél semmilyen műszer nem segít abban, hogy megítéljem a gép pozícióját, az csak, amit én látok. Tehát konkrétan a repülőgép megy fölfelé függőlegesen, és én néznék így előre, amerre ugye normális ember néz, akkor mit látnék? Egy kék eget, vagy éppen habos felhőket. Hát egyik sem segít abban, hogy megítéljem, hogy a gép hogy áll. Ilyenkor az ember kifordul oldalra, és látja, hogy a szárnya milyen szöget zár be a horizonttal. És az egyforma távolságra van-e, vagy nem egyforma távolságra van. Tehát így vagyok eldőlve, vagy éppen így, ha mind a kettő egyforma, és mind a kettő derékszögben áll, akkor jó a pozíció. Ez csak egy példa volt. Hát amit én látok, a föld és a repülőgép szárnya közötti viszony.
és ugyanez lefelé is a földet nézem, szárny, horizont, föld. Uh-huh. Hát fölfelé is a földet nézem, nem az eget, és lefelé is a földet, meg a repülőgés szárnyát. Tehát benézni a műszerfalra szinte sose kell. Néha-néha az ember, amikor éppen egy váltásnál ott van a uh-huh. szeme, és pont ezért az analóg műszerek. Mert egy analóg műszernél tudom, hogy ennek itt kell állnia. Uh-huh. És nem értelmezem az értéket, uh-huh. csak tudom, hogy annak ott kell állnia. Uh-huh. És bármelyik így lepottyan, a pillanatban feltűnik. Egy digitális műszernél, aha. hogy most milyen szám van ott, azt le kell olvasni, értelmezni kell. Na most, amikor csak éppen ember egy futólag ránéz, uh-huh. nem értelmezi. Ettől kezdve el lesz csiklani mellette. Most emiatt én még mindig ilyen analóg műszerpárti vagyok, mert az... Látod, megkaptam az a kérdésemre a választ. Tulajdonképpen nem tudom, hogy válasz volt, de azért igen, tehát mindig kétélű, mert ugyanakkor meg azért van óriási előnye neked a digitális diszplének, hogy egy ilyen van belezsúfolva minden, és akkor gyakorlatilag egy súly, rengeteg súly megtakarítás, hogy nincs 26 darab különböző ilyen 3 kilós vasműszer, hanem egy digitális diszplé, uh-huh. ahol le tudok olvasni bármit, egyfajta kis házi komputer, ez is jó. Van neki előnye. De azért azt mondom, hogy a biztonsági szempontból az analóg azért, az lehet, hogy nehezebb, lehet, hogy jobb, de ott azért. Meg a másik az, hogy itt egy analóg, egy műszer elromlik, az elromlott, kész, a másik 10 működik. Itt a display megadja magát, akkor minden megadta magát. A legbanálisabb kérdés fog következni. Mi leszel, ha nagy leszel? Tehát ha azt mondják, hogy nem kell repülnöd, vagy nem tudsz repülni valami miatt. Érdekes, hogy gyakorlatilag én ilyen 10 éves korom óta, inkább később, 15 éves korom óta úgy gondolkodtam azon, hogy mi leszek én. Mert úgy nem nagyon volt elképzelésem, hogy vajon mi leszek én. És akkor azt mondtam 15 évesen, hogy hát már 20 évesen fogom tudni biztos. 20 éves lettem, és még nem tudtam, hogy mi leszek. Ugye 22 évesen már leszeretem a sokatonai szolgálatból is. Volt munkahelyem, de éreztem, hogy én nem az leszek. Én dolgoztam, mint elektroműszerész is, meg programozó, később, mint repülőirányító, de éreztem, hogy én nem tudom még mi leszek. Ez még nem az. Még nem az. És akkor elkezdtem repülni, és akkor már mind a főállásban elkezdtem repülni, de még valahogy akkor sem éreztem, hogy hát most én Budaörsen vagyok, mint oktató, akkor most én itt ez, nem tudom. Tehát mindig úgy, uh-huh. na majd biztos ez még valami, vagy nem tudom, úgy toltam magam előtt, és most visszatekintek, így azt kell mondjam, hogy hát most már tulajdonképpen látom, én ez voltam. Tehát igazából nem lettem uh-huh. semmi, hanem ez voltam. Ez az élet azt hozta ki, hogy én egy műrepülő versenyző lettem. De ezt én 20 évesen még így meg nem mondtam volna, hogy ebből fogok én gyakorlatilag megélni, uh-huh. meg az életem erről fog szólni. Ha bajom a repülést? Hát eleve a repülést azért nem fogom abbahagyni addig, amíg a orvosinak megfelelek. Már pedig én még úgy adom, hogy a kondícióm az mennyire lehet mahinálni az orvosokat? Most megmondom neked, hát, nem lehet, mi? De lehet. Nem kell őket. Ugyanis egy korábbi orvosi vizsgálat még nagyon kemény volt. Hát engem még annak idején majdnem, hogy 20 év repülés után kirúgtak, majdnem lúgtak miatt. 20 év után. Tehát egyszerűen annyira elvakultak voltak. Most már sokkal-sokkal liberálisabb. Uh-huh. Tehát most már gyakorlatilag emberek repülnek fél karral, fél lábbal, uh-huh. fél szemmel, uh-huh. és sorolhatnám. Tehát gyakorlatilag az, hogy valaki szemüveges, ez már nem kérdés. Uh-huh. Régen ez fel sem merült, hát szemüveg szóba se jöhetett. Tehát az, hogy ha valaki nem kap most már orvosit, akkor az valóban indokolt. Uh-huh. Az valóban indokolt, akkor neki is jól felfogott saját érdeke, hogy ne üljön repülőgépbe, mert akkor már önmagáról is veszélyes lehet. Tehát én úgy gondolom, hogy ma, ha azt mondják, hogy te nem vagy alkalmas most már repülésre, hát akkor annak már oka van. Én meg úgy gondolom, hogy a fizikai kondíció még mindig kiváló. Én túlzás nélkül mondom, hogy nem cserélnék a 20 éves önmagammal, mert mindjárt meg tudok csinálni, ugyanúgy hajlékony vagyok, a nyakamat rakom a lábam, és tehát én semmiben nem gátol. A repülőgép még mindig gyengébb, mint ilyen. Olyan értelemben, hogyha kellene a gépet, szét tudnám rántani és törni, de hát nyilván ez nem cél. Csak arra mondtam, hogy tehát ilyen értelemben nincs uh-huh. még korlát, hogy ja, hát én már nem bírom a gép, az még bírna, de én már nem bírom. Uh-huh. Hát ilyen még fel sem merül. Ami miatt visszafogom inkább a dolgot, az már inkább a mentális, hogy uh-huh. már 42 éve repülök.
és már kicsikét már mást is csinálnék. Uh-huh. Tehát nem fizikális, mert nem egyéb uh-huh. más, inkább a motiváció. Uh-huh. Egy kicsikét az, ami már úgy visszafogódott, és ezért mondom, repülni azért fogok. Lehet, hogy most már nem fogok elmenni egy amatőr klasszikus műrepülő világbajnokságra, mert nem motivál egyszerűen. Uh-huh. Most azért készüljek hónapokat, mert megint rá kéne készülni. Ráadásul azért nem adnak pénzt. Ezt tudomásra uh-huh. kell venni, hogy ahogy egyéb más sportban, mondjuk egy korcsolyában is. Az ember, hogyha kivívja magának az, hogy úgy is repülhet egy külföldi bemutatón, hogy őt oda meghívják is pénzért, és választani kell, hogy én fizessek egy amatőr versenyhoz, ahol oda mehessek, nevezési díjat, én fizessek érte, ha választani kell, ha már ilyen pozícióba vívok ki magának, uh-huh. akkor melyiket választja, hát akkor nyilván inkább az, hogy nem két hétig leszek ott a én fizetek helyen, hanem az, hogy elmegyek egy hétvége, ahol nekem fizetnek. Tehát ilyen értelemben ez a fajta motiváció nyilván így csökken, és ez a fajta repülés már teljesen kielégít. Mennyire használnak téged nemzeti kincsként vagy etalonként? Mert azért valljuk meg őszintén, hogy a nemzetközi élsportban nagyon jó eredményeket értünk el, most is, hogy az olimpia isteni volt és minden, de azért te 20 éven keresztül ott vagy az elsők között, a világ elsők között. Nem csak itt Magyarországon, nem csak Európában, és nem csak egy olimpián, ami 4 évente van, hanem minden évben, és nagyon sok versenyen. Én úgy érzem, hogy itthon azért a visszajelzések mindig pozitívok többségében, 90% pozitív, de inkább azt mondom, hogy 100. Tehát én úgy gondolom, hogy a hazai közönség részéről van egyfajta elismerés, ami talán nem csak a sport eredménynek szól, hanem talán egy kicsit a személynek is, hogy én az igyekeztem mindig hiteles maradni, igyekeztem mindig egyenes maradni, őszinte maradni. Tehát én azt mondom, hogy ez így van, akkor az úgy van. Uh-huh. Az nekem presztízs kérdés. Tehát én nem úrálok véleményekkel, meg ígéretekkel 2 naponta ide-oda. Talán ezt is értékelik az emberek. Ezzel együtt szakmailag én szerintem az igazi repülős nemzeteknél egy kicsikét talán jobban értik azt, hogy én mit is értem el ebben a sportban. Tehát itthon a hazai közönség az, jó, most VB első, meg világkupa uh-huh. első, ez persze jó hangzik, és ezt úgy értékelik, meg tudják, de igazából nem tudják, hogy mit jelent, mert nincsenek benne. De ez egy uh-huh. olyan sportág, ami ez az átlag ember, és ez nem baj, nem ért. A televízió naponta nem adja. Ugye egy fotballhoz szinte mindenki jött még a házjátszóra, és már más nem a félelévén, mert azt lehet látni, azt tudja a szabályokat, tudja, hogy mennyien csinálják. Itt azért nem tudják, hogy ez mit jelent igazából. Emiatt az igazi repülős nagyobb. Tehát akkor Anglia, uh-huh. Amerika, Franciaország, uh-huh. Németország, ahol ezek a dolgok erősebbek, az ottani emberek talán jobban, uh-huh. szakmailag jobban értékelik ezt. Amikor egy versenyen összefuttok a nagyok, milyen egy ilyen versenynek a hangulata? Mennyire vagytok egymástól elszeparálva, mennyire vagytok együtt? Hát egy ilyen helyre ugye magyar jár, halandó nem jut el, akár mint nézzük. Attól függ, hogy milyen verseny. Annak idején... Igen, és akkor nézzük meg, hogy Európa, vagy nem, Ázsia, nem, vagy nem? Nem. Inkább azt mondja, hogy vannak a klasszikus műrepülő versenyek különböző kategóriákban. Volt, ami Sanzsmában maradt, a műrepülő világkupa, ami egy teljesen más uh-huh. jellegű verseny volt. És ugye van, reméljük, hogy még lesz a Red Bull Air Race, ami megint egy más típusú verseny. Egy klasszikus amatőr műrepülő versenyen, akár EB vagy VB. A hangulat tulajdonképpen teljesen jó, mert az emberek igazából nem egymásnak ellenfelei, hanem az ellenfél a bíró, a pálya, a box, a kotta, a repülőgép, meg az én tudásom. Tehát így. A másik az nem ellenfél, mert ő bármit csinál, ha én rontok, akkor én úgyis lekerülök, uh-huh. ha meg tehát érted. Tehát nincs meg ez a fajta. Én vagyok a gyorsabb, igen. A uh-huh. műrepülő világkupán szintén nem volt ez meg, mert gyakorlatilag ott ugyanez volt, hogy ott a legjobbak verődtek össze, mindenki elismerte a másikat, és ott sem volt meg ez a fajta ilyen. Uh-huh.
Nyilván ettől még meg volt az, hogy ki a kedvesebb, közelebbi barát, ki az, aki a kicsikét távolabbi barát, mert ugye ez csak személyes personális dolgok voltak. Nem nagyon változott a mezőny, ugye? Igen, a műreplő világkupában ritkán, vagy kevesebbet, mert ott a világ élvonal azért nagyjából állandó volt. És amit kívánok lyukadni, a Red Bull érdekben érdekes módon az elején, mikor nem volt még ez ennyire technikai irányba elvíve. Addig még a versenyző közötti hangulat nagyon-nagyon jó volt. Később is jó volt, de már egy kicsikét benne volt az a fajta, ezt most neked nem mondom el, becsukom a hangárajtót, ne gyere be, mert most a gépet szereljük, a motor szét van bontva, ez neked most nem, meg egy kicsikét, ott már érezzük ezt a fajta profi versenyhangulatot, amikor már tétre megy, már vérre megy, már vannak titkok. Már nem az, hogy hát elmondom, hogy csinálom, aztán utána az nézd meg ott, hogy mi repülünk. Uh-huh. Itt már nem. Mi van a motoromba? Hát nem mondom meg. Be se ülhetsz a hangáromba. Szóval ott már kicsikét az első 3-4 év felhőtlen milliója után, az utolsó, vagy az elmúlt 1-2 évben már ez bizony már tetten érhető volt, hogy a kicsikét csapatok úgy kezdtek egymástól úgy el szigetelődni. Uh-huh. Ez az én csapatom, ettől függetlenül azért a általam, ugye most ez megint egy szubjektív ítélet, igazán jó fejpilóták azért megmaradtak önök, amilyenek voltak. Egy ilyen versenyt úgy képzelek el én, mint kívülálló, és mint egyáltalán hozzá nem értő, mint amit látunk a Forma 1 versenyeken. Van melletted egy team, gondolom. Akik a gépet megmahinálják, szerelik, mint ahogy mondtad, hangárok. Van technikus, van csapatkoordinátor. Hányan mentek egy ilyen? Hárman. Összvisz. Uh-huh. Hát nem túl sok. Nem is kell, mert itt nem arról szól a verseny, mint a Forma 1-ben, vagy bármelyik autósportban, hogy menet közben kell kereket cserélni, menet közben kell valamit csinálni, tankolni, itt nem. Itt mindent meg kell csinálni előtte, és a verseny közben már nincs belepiszkálás a dologban. Nem kell menet közben légcsavar cserélni, nem kell menet közben kereket cserélni, meg ilyen, meg tankolni. A gép fel van tankolva, át van nézve, megy a versenyre, és visszajön. Pont. Utána persze lehet a gépen dolgozni, de akkor meg van idő holnapig. Tehát nincs az a fajta időkényszer, mint a, mondjuk egy Forma 1-nél, hogy ott másodperceken múlik, hogy a négy kerék hogy jön le, és hogy megy vissza. Uh-huh. Most azért mosolyogtam, közben eszembe jutott az egyik kedvenc filmem, most ha hazamegyek, meg fogom nézni, ha lesz egy kis dolog. Hát azok a csodálatos férfiak. Az jó film. Komolyan mondom, tehát ugye ez a klasszikus hőskor az első gépekkel, és ott tudod, mit tetszett benne? A nemzeteknek a hozzá, ahogy a német, vagy a porosz tanulta a könyvből, stb. Szóval egyszerűen hihetetlen. Most is látszik valami a nemzeteknek a habitusából az ilyen típusú versenyeken, vagy ez már teljesen? Tehát az olasz könnyedsége, a franciának a lezsersége, a németnek a katonás... Igen, igen. Megvan ez még? Egy kicsikét, igen. Tehát nem ennyire szembetűnő, de igen. Az amerikai azért az úgy csak amerikai. Ugye mi európai versenyző mindig mondjuk, hagyjad már amerikai. Tehát, és nem rossz értelemben, de amerikai. A francia a maga kis bájával, az meg francia. Tehát a német is megvan a németesség. Tehát igen, ez lehet. Tehát érteni. A habitusukat, a nemzeti habitusukat. Nem lehet letakadni. Nem lehet le. Ez jó, egyébként ez érdekes. És mondtad itt, hogy azért most már tehát megvan az a fajta szakmai gát, amivel őrzik az emberek, vagy a csapatok a titkukat. Kontinenseknél lehet-e valamilyen változást felfedezni? Ugye mi mindig az arab országokat magunkhoz képest, ugye a mi ezer éves kultúránkhoz képest, az ő sok ezer éves kultúrájukat egy picit időnként lekezeljük. Hogyan áll ott azokon a részeken, arab országokban a repülősport egyet? Mert ott pénz van. Tehát most itt erre célzok. Itt ugye válság van, meg kemény idők vannak, meg nincsen nagyon pénz, ha nincs szponzor nem lehet repülni. Ott, ahol van pénz igazán, és látjuk, hogy mesterséget, szigeteket és víz alatti szállodákat építenek, ott nem foglalkoznak ezzel egy picit jobban? Van-e rálátásod egyáltalán? Araboknál inkább az ilyen sportesemények megszervezése és oda vitele
de minden sportra igaz, a légisportokra is. Egyre több légi sportot akarnak oda vinni, és hogy oda menjenek emiatt a turisták is. Hogy arra a pilótáknak a száma jelentősen nem növekedett, a kisgépes repülésre gondolok, nem a közforgalmi repülésre. Érdekes mondom, Japánban sem nagyon. Tehát ott is gondolod, az a szűk terület miatt, az adottságok miatt, tehát a sivatagban is, ugye ott minden motor felforna, nagyon nehéz repülni a 40-45 fokba kisgépekkel. Nem jutott az lehet, eszembe, lehet, igen. Emiatt is. De ami viszont érdekes, hogy például Ázsiában, mondjuk Kínában egy robbanás történt az elmúlt pár évben. Hihetetlen robbanás ezen a területen is. Tehát rengeteg repülőgépet vásárolnak, rengeteg pilótát képeznek, és rengeteg ember akar pilóta lenni. Tehát ott egy nagyon dinamikus változás van, gyakorlatilag oda most nem lehet elég repülőgépet eladni. Tehát ott mindenképpen a következő pár évben lesz a sportrepülős terén is változás, mert azt hiszem, hogy 2-3 éve szabadult fel ott is a légtér. Meddig ugye ott azért volt egyfajta kötöttség, és nem volt a légtér szabad. Most ez így felszabadult, ettől kezdve ott a szellem a palaszból kiszabadult, és robbanásszerűen jött ki. Úgyhogy ott ez látható a változás. Mire fogják tudni használni? Vagy mire lesz ez alkalmas? Hát ez megint hogy milyen területen. Hogyha ez egy óriási ország, nyilván a közforgalmi repülés a belföldön is működik, és erre egyre több igény van. Egyre nagyobb igény van, tehát ez egy szinte feneketlen kút, oda lehet szórni, és képezni ki egyfajtában a pilótákat, és a gépeket gyártani. A sportrepülés területén meg hát arra lesz jó, hogy be fog lépni alkalmasint Kína is a sportrepülő nemzetek táborába, és remélhetőleg a következő valamelyik világbajnokságon már találkozunk kínai versenyzővel, mert eddig még nem volt. Jégkorcsolyában, műkorcsolyában volt olyan annak idején, amikor az első kínai páros megérkezett, hogy semmit nem tudtak, és gyakorlatilag nem is volt semmi, és akkor egyszer csak eltelt 2 év, és olyanokat csináltak, hogy az embernek leesett az ára. Tehát ott mindenre képesek. És ha akarják, igen, akkor megcsinálják. Igen. Játsszunk el a gondolattal, hogy azt mondják, hogy Bessenyei Péter nálunk a klasszis műrepülő, pilóta, világbajnok, Európa-bajnok, mindent elért, mindent tud, és innentől kezdve a magyar műrepülő sportot irányítsd, és kapsz is hozzá pénzt. Azért mondtam, hogy játszunk el. Mi mosolygok? Azzal kezdtük ezelőtt 50 perccel, hogy nem fogunk a repülésről beszélni. 50 perc a repülésről beszélünk. De nem úgy. Jó, nem úgy, jól értem. Igen, bocsánat. Hát figyelj, hogyha erre lenne valóban ilyenfajta háttér, támogatás és akarat. Ez egy megborzongatóan érdekes dolog lenne, ebbe belebizselednék, mert ez ettől mi tűzbe jönnék. Figyelj, ettől tűzbe jönnék, és volna elképzelésem. És lehetne is, mert a magyar repülősportnak igen szép a múltja. Van hagyománya, van múltja. Van elismertsége a világban. Tehát tulajdonképpen itt nem kéne halottaiból föltámasztani valamit, hanem egy haldoklót kéne megmenteni. Mert azért haldoklik, de még él. Na, szívesen. Remélem lesz rá lehetőséged. Hagyj rak reggelizni. Jó étvágyat kívánok. Köszönöm szépen. Na, akkor kóstold meg, mert azért itt a Kundelban mindig nagyon-nagyon sok finom dolog van. Nem tudom, te szoktál ilyen egyet reggelizel? Igen. Végre egy ember, aki... De hát ez muszától, és elmennék otthonról úgy, hogy egy üres gyomorról, az nem benne jó. A párom az elrontott annak idején, mert rákapatott arra, hogy reggelente az ágyba kávézlünk. És nem az abban, hogy én viszem az ágyba a kávét neki, mert ez önmagában nem baj, ezt szívesen csinálom, legalább valamit én is csinálok, hanem az, hogy ettől kezdve ez egy rituális dolog lett, és egy szokás lett, hogy reggel kávé, nem azért kell, hogy fölébredjek, hát én már 5-kor fölébredek, hát sőt, 4-kor. Én alszok 4 órát, és én fölébredek. Tehát egyszerűen nekem napi 4 óra elég. Én, hogyha lefekszek 3:30-kor, 4-kor kelek, ha 10-kor, akkor meg hajnal 2-kor. Ha meg hajnal 2-kor, akkor meg 6-kor. Tehát tök mindegy, 4 órát alszok, és én felébredek. De tudod mióta? Nem is tudom. Mióta eszemet tudom.
4 óra alatt. Én nem alszom ki a 7 órát, akkor nem lehet velem beszélni. Nekem 4 óra, úgyhogy nem adnék el a kávére, hogy fölébredjek, mert én már ébren vagyok régen. Egyszerűen az íze, illata, az egész szertartása miatt. Bár hogyha te főzöd, akkor nem arra ébredsz. Én főzöm és én viszem be. Na most egy ilyen kávé után viszont, hogy az ember nem menne egy szendvicset, hát kilukad nagyonra. Hát nem lehet. Tehát, meg amúgy is. Reggel nem zabálok, egy szendvics, egy teja vagy egy juice valami az lemegy és kész. Amikor ezt meghozták, akkor még meleg volt, mert frissen sütötték. Jó étvágyat kívánok. Jó étvágyat. Igen, úgyhogy itt a Gundelban ilyen a villás reggeli. A Lillás reggeli már a Facebookon is elérhető, facebook.com/lillásreggeli. A műsorvezető frizuráját a Blanch Szalon készítette. A forgatási helyszínt a Gundel étterem biztosította. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.